Hihetetlen jó hangulat uralkodik a kriptopiacon, egyik emelkedés a másik után, mi történik, milyen fontos összefüggéseket kell megismernünk. Ebben a videóban kiemelem nektek a fontos tudnivalókat, megnézzük az SEC, az, az amerikai tőzsdefelület házatáján történt eseményeket, fejleményeket, ez mi a test volt az RSR, az az Reserve Rights coinra, ami egyébként már régóta a portfóliunk része volt. Kitérünk az XRP házatáján történt eseményekre és fontos történésekre, amivel most foglalkoznunk kell, ki fogunk természetesen a Bitcoinra, illetve az Ethereumra, és sok más olyan érdekes projektre, ami most egy nagy felfutást élvez. Viszont mielőtt beleugrunk ebbe a videóba, megköszönöm neked azt, hogyha tetszik ez a videó, mindenképpen lájkold be, ezzel nagyon sokat tudnál segíteni a csatornának, és jussunk el ahhoz a 20 ezer feliratkozóhoz, ami nagyon-nagyon közel van, és haladjunk onnan tovább. Amennyiben ebben szeretnél segíteni, mindenképpen megköszönöm azt, hogyha lájkolnád, kommentelni több mint hét szóval ezt a videót, és feliratkoznám, mert úgy látom, hogy 30%-a a nézőnek nincs feliratkozva, tehát ez nagyon sokat tudnátok segíteni. Minden fontos tudnivalót megtaláltok itt a videó linkjeiben, ami itt a leírásban található. Ezeken a linkeken keresztül el tudtok jutni például ide a defyhangri.com oldalra, ami Magyarország első kriptoaplikációja. Itt zajlanak azok a folyamatos kommunikációk, ami az én részemről elkezdik a közösségemnek, ahol több mint 1200-an vagyunk már bent. Itt például a portfóliomat szoktam megosztani, mit csinálok én. itt tudtuk elkapni például azt a nagyon-nagyon kritikus trédet, is, ami a Luna trade volt, és itt olyan oktatóanyagok is érkeznek föl, amik folyamatosan frissítik az aktuális helyzetet, és segíték azt, hogy ti a lehető legjobb döntéseket tudjátok meghozni. Folyamatosan érkezek nektek napi elemzésekkel is. Szóval, amilyen ez érdekel, mindenképpen csekkoljátok le itt a videó leírásában a linkeket. Mint mondtam, Black Friday alkalmából december 8-ig 20% kedvezmény az első hónapra. Próbáljátok ki, nézzétek meg. Most viszont ugorjunk is bele a videóba, nézzük is meg itt a legfontosabb tudnivalókat. Donald Trump kinevezte Paul Atkins, mint az amerikai tőzsdefejület következő elnöke. Gary Gensor távozásával, ami január 20-án fog megtörténni 2020 Ben, Paul Atkins fog az amerikai tőzsdefejlődött élére lépni. Amit tudnunk kell, Paul Atkins szintén egy pro kriptó jelölt, magyarul teljes mértékben érdekelt a kriptovaluták körében és a web 3 fejlesztések körében. Ahogy látjuk, Paul Atkins egy nagyon fontos projektnek volt a tanácsadója méghozzá a Reserve Rights-nak, az RSR-nek, ami már nagyon régóta bekerült a portfóliónkban. Ez a projekt is egy hihetetlen nagy esést és ereszkedést szenvedett el, ám most, mintha minden megváltozni látszana, az összes amerikai projekt hihetetlen erős emelkedésbe kezdett, így ugye Peter Thiel is érintett volt ebben a befektetői körben, ahol is az rsr volt szó. Az RSR-nél láttunk egy 230%-os emelkedést, ami tökéletesen egyezik azokkal a dinoszaurusz, Koinok újraélesztésének ö, narratívájával, amit láthatunk a Hedera Hashgraph-nél, láthatunk az XRP Ripple-nél, láthatunk például Ayotánál és Cardanónál is, és még sok más projektnél. Tehát én azt látom, hogy minthogyha az amerikai lobby, az amerikai kripto most a semmiből hirtelen elkezdené föltámasztani ezeket a projekteket, és ez egy olyan narratíva, ami most abszolút uralkodó fázisban van itt a kriptopiacon, ezért is gondoltam azt, hogy megosztom veletek azokat a folyamatos trédeket, amiket ugye hoztam nektek itt az oldalon. Ezért is voltunk érdekeltek olyan coinokban, mint például a Litecoin, vagy pedig hoztam egy olyan spot trade lehetőséget és ami a Terra érintette. Ugye november 30 én felvetünk a Terra pozíciót, amit egyébként utána felskáláztam, mint tőkátétes pozíció, és most pedig több mint 2500 dolláros profitot tudtam vele elérni, és mint korán sem szeretném zárni, én azt gondolom, hogy itt további felfutások érkezhetnek olyan váratlan szektorokból, amire egyébként a legtöbb ember nem is számított. Alapvetően nagyon pozitív a hangulat az altcoin piacon, megnézzük azt is, hogy mit tudnál picit belerondítani ebbe a buliba, ami történik a kriptopiacon, ezt is meg fogjuk nézni. De egyelőre élvezzük azt, amit ad nekünk a piac, és nagyon örülök annak, hogy azok, akik korábban itt voltak, hosszú-hosszú évekig építették ezeket a portfóliókat, most profitokat tudnak realizálni, és komoly anyagi fejlődést tudtak elérni ezeken keresztül az altcoinokon keresztül. Gyors kitérőként, amennyiben még nem lenne Binance, Pybit vagy OKX fiókod, készítettünk ezekről a tőzsdékről egy részletes leírást a defiangry.com oldalra. Ezeken a linkeken keresztül, hogyha regisztrálsz, akkor pedig bónuszkriptóban fogsz tudni részesülni. Illetve a TikTokon, illetve az Instagramon rövidebb videó formájában is tudsz találkozni kriptost contenttel, témakörökkel, amiket itt folyamatosan napi szinten hozok. Azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy most tovább is megyünk a hírekkel, nézzük is meg a következő információt, ami az XLP házatáján történt. Mint mondtam, december 4 egy fontos dátum lesz. Lehetséges, hogy ez egy buy the rumor, sell the news eset lehet, hiszen az RLUS, ami az XRP legend létrehozott stablecoin ma kerülhet elfogadásra a New Yorki tőzsdefelügyelet által, vagy a New Yorki tőzsdéken most tudna elindulni, ami azt tenni lehetővé, hogy olyan money market termékek fussanak ezen, amik ugye különböző kriptón tokenizált formában tudnak működni. Tehát ennek az Arai usd nek nagyon fontos szerepe van, hiszen hogyha ezt elfogadják ma, akkor folyamatos pénzáramlást láthatunk az XRP Ledgerre, ami egy természetes növekedést tudna hozni az XRP token számára. Ahogyan tudjuk, az árolt összértékkel az értéke is növekedhet egy eszköznek, például a Ripple-nek, az XRP-nak. Másik nagyon fontos dolog, az Arai USD tekintetében már december másodika óta zajlanak ezek a mintelések, amikor mintelnek egy ilyen stablecoin az azt jelenti, hogy létrehoznak a kincstárból, előállítanak ilyen stablecoin, tehát már több mint 10 millió dollárnyi arra USD jött létre. Az EtherScan-en is láthatjuk ezt, illetve pedig az XRP scan is itt vannak ezek a tranzakciók. Ha ez az arra USD el tud indulni, akkor itt egy természetes növekedés várható az XRP esetében, ami azáltal keletkezik, hogy ezek az emberek használják valóban az XRP ledgert. Egyelőre a felemelkedés, amit láthatunk, az XRP esetében, az egy spekulatív mozgás volt, tehát bevásárlás történt, befektetők vásároltak bele az XRP-ba, hiszen ezeknek a valós termékelfogadásoknak a spekulációban voltak érdekeltek. Amint elkezdődik egy ilyen, hogy az XRP Ledgeren felgyűlömlik a likviditás, azt gondolom, hogy akkor természetes növekedés meg fog tudni történni. Ahogyan transzaktálnak az emberek az XRP-vel, úgy ég el a teljes mennyiség, amíg ugye 100 milliárd darabot tesz ki. Jelenlegi helyzetben viszont 99 milliárd darab XRP van a körforgásban, abból pedig 30 6 milliárd van az XRP eszkrónál, ami folyamatosan oldja fel ugye 1 milliárdosával per hónap ezt a mennyiséget, de nem inflálódik, tehát ez egy folyamatosan deflálódó eszköz, ami miatt nagyon-nagyon bikások most az emberek, és ugye mint látjuk, XRP meg is tudta előzni Solanát, és be tudott kerülni a top 3-ba, ahol egy pillanatra meg is előzte a Tethert. tehát amennyiben itt ez a verseny továbbra is megmarad, így úgy gondolom, hogy az XRP Spekulatív emelkedése folytatódhat nekünk. Ugye volt egy rövidebb távú célárunk, ami nem máshol, mint 2 dollár 90 fölé. 3 dollárra várta az árfolyamat, ez az árfolyam emelkedés egyébként végbe is ment, és pontosan 2 dollár 90-ig tudtunk elrugaszkodni, ami nagyon-nagyon kihetetlen -nagyon volt, én azt gondolom, és itt az a jó, hogy az XRP-ből kiáramló pénz későbbiekben be tudna menni más olyan spekulatívabb trade illetve spekulatívabb befektetésbe, ami más altcoinokat tudna megnyomni. Tehát ugye a célárunk az itt volt, 2 dollár 90 fölött, egészen pontosan 3 dollár és 17 centnél. A mostani helyzetben meg kellene tartanunk mindenképpen a 2 dollárt, és ha azt megtartjuk, akkor további fölfelé a mozgást várok az XRP esetében, ami egészen pontosan 3 dollártól akár a 4 dollár 75 is el tud húzódni. Ez egyelőre az elvárásunk. Nézzük a további híreket. Szolán esetében is voltak olyan hírek, ami a Grayscale-t érintette. Grayscale benyújtott az amerikai tőzsdefelületnél egy olyan ETF kérelmet, amivel a Grayscale is pályázik egy nagyon fontos Szolán ETF-re. Egyelőre a Vanek is tervez Szolán ETF-et, illetve különböző más intézmények is, amik komolyak, szeretnék a Szolánát, mint etf felindítani, és ez nem egy altcoin csomag ETF, hanem ez kizárólag egy terméket fog tartalmazni, a Szolánát. Ezért Solana a további szinteket fogjuk vizsgálni, technikai jellemzés szerint, mint láthatjuk, Solana 233 dolláron helyezkedik el. Volt a napos csárton egy leszúrásunk egészen pontosan arra a támaszpontra, ami az általunk létrehozott, a Defi Hungary Master Indicator által meghatározott támaszvonal volt. Gyönyörűen beleért, és onnan meg is pattant, mint látjátok, ez a támaszpont mindig nagyon jó beszállókat jelentett, tehát akik komolyabb távon, hosszú távon gondolkozik befektetésekben, akkor erre ez az indikátor tökéletes, mert mindig, amikor fölé kerülünk és beleérünk, mindig egy tökéletes támaszpontot jelent. Ezt az indikátort egyébként el tudjátok kérni itt a leírásban lévő linkeken keresztül. Ez van egy videó, ami elmagyaráz, hogy hogy kell használni, és hogyan tudjátok belépni a Trading View szoftverbe, amin keresztül azt gondolom, hogy minden komoly befektető tud különböző csártokat elemezni. És nekünk itt az indikátorunknál beleérve ebbe a támaszba azt látjuk, hogy tovább is megtartva a 214 dollár további fölfelé ívelő mozgásra számítok. A legjobb esetőség az lenne, hogyha majd később kapunk egy korrekciót esetlegesen, hogyha vissza tudnánk jönni erre a piros vonalra, az a 198-193 dolláros tartomány. Egyelőre ez nem tűnik valószínűnek. Én azt gondolom, hogy ha megmarad ez a hangulat a piacon, abban az esetben a szorán el tudna érni itt a 260, majd pedig egy ár felfedező hatásra indulva, akár a további szinteket is, amik itt az Altheim teritoriumban láthatók. A chaining házatáján is történtek olyan fejlemények, ami miatt talán és maradunk, és egy olyan fejlemény jött ki, amivel meg tudtuk törni azt a technikai ellenállásunkat. 17 és 18 dollár szintnél volt, most pedig tartunk ebbe az irányba föl, egészen pontosan a 27 és fél, illetve a legjobb esetben akár a 38 dolláros szintek közé. Amennyiben szeretné tudni, hogy hogyan elemzem a csártokat, hogyan tudtok ilyen csártelemzést végrehajtani, ehhez is megtalálhatok itt a videó leírásában egy oktatóanyagot, amit meg tudtok vásárolni. Ez a DeFi Hungry Trading ebook, illetve oktatóanyag. Nekünk itt, ami nagyon fontos ellenállás és kimérése volt a, ennek a diagramnak, az nem volt más, mint hogy a Fibonacci szintek alapján berajzoltuk a célárainkat, ezek a célárak itt helyezkednek el, legjobb esetben nem, meg a Bika piacnak a ciklus csúcsán talán az 52 dollár is elérhető lesz. Nekünk egyébként itt a range low és a range high-ban megtalálható oldalazó szintnél volt, nagyon érdekes a chaining, nagyon sokáig unalmasnak tűnt, és most pedig egy hirtelen mozgással fölt tudott emelkedni, nagyon-nagyon meggyőzően. Milyen hírek jöttek ki? Van egy partner ami az Európai Unión belüli, megint csak Money Market Fundhoz kötető infrastruktúrát tudták megszerezni, amit a 21X, ez a 21X-el történő partnerszerződésben láthattunk. Ennek hatására megint csak bekerült egy újabb part, megint csak bekerült egy olyan adaptáció, amivel jó hírek keletkeztek a Chainlink körülött. Mint látjuk itt ebben a képben is, Folyamatosan kötöttek már partnerszerződéket, például a Franklin Templetonnal, amely például a Polygon Metikkel is partnerszerződésben áll, Fidelity-vel, Swift-tel, tehát rengeteg olyan idoptáció volt már, ami a -be benne volt. Mégis az ár nem nagyon tudott olyan szintekre jutni, amire korábban számítottunk volna, viszont ami késik, az nem múlik. Itt mindig az volt a kérdés, hogy mikor fog ez végbe menni, mikor fog a befektetői légkör megérni arra, hogy ebben a projektben lásson egyáltalán vásárlásra ösztönző faktorokat, és ez most történik meg. Tehát így is látjuk a chaining esetében, hogy egy hihetetlen szép rallyban benne vagyunk. Másik nagyon fontos felmér, az nem volt más, mint hogy egy tudományos kutatás mutatta ki azt, hogy ha az ember nem regisztrál a defihangri.com oldalára, nem lájkolja a videót és nem iratkozik fel, akkor komoly problémákat fog tapasztalni a párkapcsolatában és a magánéletében viccet félretéve, megköszönöm azt, hogy ha tetszik ez a videó, akkor mindenképpen lájkoljátok, be, fel és kommenteljetek. Foglaljuk össze tehát, hogy miket tudtunk ebben a videóban megtudni. Megbeszéltük a Chainlink körülötti fejleményeket, megbeszéltük a Solana körülötti fejleményeket, az xrp is beszéltünk egy kicsit. Most nézzünk rá egy olyan chart ami itt a Bitcoinra, az Ethereumra fog kitérni, mert én azt mondtam nektek a korábbi videóimban is, hogy az Ethereum feltételezhetőleg most ide a 3800-as és a 4000 dolláros szint közé tarthat. Mint láthatjuk, ez valóban így is történik. A jelenlegi helyzetben bejutottunk abba a point of controlba tehát egy abba, a szintbe, ahol a legnagyobb volumenben kereskedték az itriumot, ami a 3800 dolláros szint. Nézzétek meg, hogy milyen szépen beleért, és most itt kezd el oldalazni. Én arra gondolok, hogy ezt a szintet megtartva, ugyanúgy, hogy ez a 3350-es point of control volt, itt láthatunk egy kisebb megakadást és oldalazást, de alapvetően én ebbe a célzónába várom az itriumot ide 4572 dolláros szintre. További olyan fejlemények jöttek ki az Ethereum ökoszisztémában, ami például azokat a coinokat érinti, mint Turbo. Turbót ugye a Coinbase elkezdte vizsgálni, hogy pot potenciálisan belistázhatják. Amit még vizsgáltunk, az az a fő mémkony volt, ami az Ethereum fő mémkonya, a Pepe, a Pepe is hihetetlenül erősen tartja magát itt a 002-es szinten. Ahogyan beszéltem róla, hogyha az Ethereum egész erősen meglendül, úgy az Ethereum béták is tudják őt követni, mint például az ENA Ethereum Name Service, a tier amiben szintén benne voltunk, akkor a Turbo Pepe és a további más olyan coinok, -ok, mint például a MakerDAO vagy a Curve Finance, ezek mind-mind követik az Ethereum mozgását, és mint látjátok, azok mint mint pozíciók, kvázi sokkal erősebb százalékban tudtak megugrani az elmúlt időszakokban. Ezekről egyébként, hogyha nem szeretné volna lemaradni, akkor mindenképpen ajánlom még egyszer a figyelmetbe, hogy csekkol le itt a d oldalát, ahol elemzések, kurzusok, közösségi csetelés megy. Tehát folyamatosan történnek az események. Itt a YouTube-on egy ilyen videót elkészíteni és sokkal tovább tart, mint egy ilyen közösségben ott lenni és posztolni. Ha nem akarsz -e maradni semmiről, akkor csekkoljatok le itt a videó leírásában lévő linkeket. A bitcoinra is el fogunk nézni egy pillanatra. A BTC PC dominancia elég erősen kezd visszaesni, gyönyörű szépen belejött abba a zónába, amit már berajzoltunk korábban. Mint látjátok itt, ez a gyertya egészen pontosan az 54%-ig 50 -50 szúrt le. Az altcoinok rallyznak, Injective Protocol, tau, mind-mind szuper erősen tudnak teljesíteni, ezek is a portfóliónk része, illetve hogyha bitcoinra ránézünk, akkor egyértelműen az rajzolódik ki, hogy számomra is nagy valószínűséggel az lesz, hogy a decemberben a bitcoinról a figyelem egy kicsit át fog menni, és a bitcoin oldalazásával valami egy ilyen bika zászlót, egy bullfleget képezhet, esetlegesen akár le is vikkelhet ide a 86-83 ezeres szintre. Onnan folytatódhat majd a következő évben egy nagyobb fellendülés, ami egy újabb csúcsra viheti a BTC-t. Szerintem az a december arról fog szólni inkább, hogy az altcoinokba átáramló pénz lendület fogja tudni meghozni azt a eufóriát, amivel a Befektődők, és újra vissza fognak tudni jönni. Ezen felül a mostani álláspontunk szerint december 11-én meg fogjuk kapni az inflációs adatokat, az inflációs adatok elvárása a piac által, abba az irányba halad, hogy javulni fog az infláció ezért a fednek kevésbé kell kamatot vágni, itt viszont ugye kiemelném azt, azt a veszélyt, amire mindenképpen figyelnetek kell, ami nem lesz más, mint az Amerikai Egyesült Államokban lévő real estate piac, a commercial real estate-ról fogunk itt beszélni. A commercial real estate-nél az figyelhető meg, hogy ez az úgynevezett kreditek, tehát hiteleknek a roll-over periódusa 2025 Q1-ben lesz, és amennyiben azok a hitelek a lassú kamatcsökkentés miatt, mert ugye sokak szerint nagyon lassan vágják vissza a kamatokat, és ezt azért csinálják, hogy a demokraták most még a Donald Trump idejére, pontosan január 20-ára történő résztétben real problémát, mert minél lassabban vágják vissza a kamatokat, annál nagyobb a valószínűség, hogy ott abból problémák lehetnek, bedőlnek a hitelek, el kell adniuk ezeket az ingatlanokat a bankoknak, és hát így óriási problémába ütközik az amerikai gazdaság ilyen tekintetben. Nagyon sokan attól félnek, hogyha túl jó ez az inflációs adat, és a Fed nem fog 18-án kamatot vágni olyan erősen, mint ahogy azt egyébként a gazdaságban látnunk kéne, úgy problémák jöhetnek elő. Ebben a következő két-három hétben azt gondolom, hogy lehet még egy pozitívabb hangulat, de ott a Federal Reserve FOMC meeting nagyon-nagyon fontos szerepet fog játszani, azt is le fogom nektek hozni természetesen ezen a csatornán, addig viszont itt van veletek, lájkoljátok like a videót, vigyázzatok magatokra, élvezétek a piacot, és megérdemitek, sziasztok!